Üdvözlöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió híradóját láthatják 2022. június 23-án este 7:30-tól. Kerékpáros kirándulással zárták az idei tanévet a kalocsai cserkészek. Legközelebb a nyári táborban gyűlnek össze a fiatalok. Múzeumok éjszakája Kalocsán. Szombaton 19 órától különböző helyszíneken rengeteg programmal várják az érdeklődőket. Food truck show másodszor Kalocsán. Pénteken, szombaton, vasárnap újra begördül a kajakaraván. Messzesi kerékpáros kirándulással zárta az idei tanévet a 101. számú Tomori Pál cserkész csapat, melynek tagjai legközelebb a nyári táborban nyűlnek majd össze. A Covid járvány a kalocsai cserkész csapat életét is megnehezítette. Volt próbálkozás arra, hogy online cserkészkedjenek a fiatalok. Körbendi Zsóf és Henzel Erik vezetők az interneten keresztül próbálták összetartani a gyerekeket, de természetesen a személyes találkozást ez nem tudta pótolni. Nagyon örültünk, hogy ismét teljes valójában tudjuk a gyerekeket foglalkoztatni. Ami nehézséget okozott, hogy a Hunyadi utca 2 felújítása miatt új helyet kellett keresnünk, de szerencsére az önkormányzat segített, így a Damjanics utca 7-ben találtunk egyelőre rövidebb, hosszabb időre otthont és helyet, ahol tudjuk tartani a cserkész foglalkozásokat. Az létszámot nehéz megmondani, mert ugye nem kötelező foglalkozásként, hogyha és szombatonként tartjuk a foglalkozásokat, hogyha valaki hétvégén nem ér rá, akkor ugye nem jön, ezt nem tartjuk számon, nem nincsen katalógus, de hát körülbelül olyan 30-40 között mozog a teljes létszám, tehát a felnőttekkel, az újonnan belépőkkel és a régi tagokkal együtt körülbelül olyan 30-40 között vagyunk. A maximum létszámot mindig a táborozáskor szoktuk elérni, úgyhogy kíváncsian várom majd, hogy a mostani táborra hányan fognak jelentkezni. Jó hír, hogy évente tud új tagokat fogadni a csapat. Szerencsére és olyan iskolákból is, hál' Istennek, ahonnan eddig nem voltak. Eddig a katolikus iskola volt a fő bázisunk, de most már más iskolák is felfedezték a cserkészetet, illetve más iskolába járó gyerekek is, és onnan is jönnek. A kiváló programokkal teli tanévet a népszerű nyári tábor követi majd. Aki kedvet kapott a cserkészkedéshez, annak jelentkezését szívesen fogadja a kalocsai csapat. Gőzerővel készülünk a táborunkra, ami július közepén lesz, és ez azért is kiemelkedő számunkra, mert egyrészt jó messze leszünk a Börzsönybe, ilyen területen még, ez ilyen messze még nem is voltunk Kalocsától, a másik pedig az, hogy közösen fogunk táborozni a Kiskunfélegyházi cserkészekkel, ami szerintem biztos, hogy minőségileg is emelni fogja a tábornak a szintjét, azért egy 60-70 cserkész együtt azért meg tudja mutatni az erejét, és szerintem jó tábor lesz. A foglalkozásainkat szombatonként 3 órakor tartjuk a Damjanics utca 7-be, de most a tanév végével nyári szünetet tartunk, így majd szeptembertől tudjuk a foglalkozásokat újra elkezdeni. Van saját Facebook oldalunk, a 101-es számú Tomori Pál cserkész csapat, ott osztjuk meg a tevékenységeinkről szóló képeket, meg a tudnivalókat is a jelentkezéssel kapcsolatban. Az országos programsorozathoz kapcsolódva 2022. június 25-én múzeumok éjszakájára várják az érdeklődőket a Viski Károly Múzeumban. Az egész estés rendezvényen több helyszínen számtalan eseménnyel készül a látogatók számára. Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvényét, a múzeumok éjszakáját a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvége szombatján, június 25-én rendezik meg, országos szinten immár 20. alkalommal. Ebben az évben a kiállító terek és gyűjtemények újra teljes erőbedobással, tárlatvezetésekkel, interaktív eseményekkel, családi programokkal, valamint számos meglepetéssel készülnek arra, hogy felejthetetlenné tegyék ezt a varázslatos nyárestét. 7 órát, hajnali 2 óráig várják a múzeumok az egész országban, már aki csatlakozik ez a programhoz a látogatókat. A Kalocsai Múzeum is több helyszínen fogadja a vendégüket, a Viski Károly Múzeumban, a Söffer gyűjteménybe és a Kalocsai Képtárba, tehát 3 helyszínen leszünk, 3 helyszínen adunk programot. 7 órakor kezdődnek, ahogy említettem is, az első programelemük, így a Viski Károly Múzeumban ekkor fogjuk megnyitni az óvodásoknak a rajzkiállítását, ez ma már föl is állítottuk ezt a kicsi kiállítást, ugye közel 30 alkotást kaptunk az óvodásoktól, tehát ezeken nyit a Kalocsai Múzeum, és ugyanekkor ugye megindul a múzeum pedagógiai foglalkozás, paprika Jancsit lehet készíteni, ez egy régi
kalocsai gyerekjátékot. Ezzel párhuzamosan a Söffel gyűjteményben tárlatvezetésre invitálják a szervezők az érdeklődőket, a kalocsai képtárban pedig közkívánatra újból Jósnő veti a kártyát, illetve Vincellér Imre festőművész este 7 órától 10 óráig vezeti körbe a vendégeket az állandó kiállításán. A sütemény kiállítása Viskiben 7:45-kor nyílik meg. Mézes kalácsot lehet díszíteni a gyerekeknek, hogyha ha beérkeznek. Ugye Arnold Edith vállalta föl ezt a programot, mint sok esztenden köröztük, tehát ki lehet próbálni a mézes kalácsoknak a díszítését, kóstolását, és ugyanígy a közművelődési teremben végig lehet nézni az óvodás programoknak a fénykép fölvételt, ezt itt végig szoktuk vetíteni, hogyha megérkeznek olyan szülők, akiknek óvodás nagy csoportos gyereke van, akkor egy kis türelemmel biztos találkozni fog saját gyerekével is ezeken a képeken. Ez egy icipici kiállítás, amit sok évvel ezelőtt találtunk, egy éjszaka egy tárgy. Az idei esztendőben egy Miskén előkerült tót nyelvű imakönyvet mutatunk be. Ezt két esztendővel ezelőtt egy nagyon komoly pályázatot nyertünk ennek a restaurálására. Nagyon rossz állapotban lévő imakönyv volt, egy különlegesség. Egy Tranovszky Jurinak a szerzeménye, egy 300 éves imakönyv. Nem használták a miskei katolikusok, Isten igazából Békés Csabai evangélikus tótoknak volt ez a kicsi bibliája. Ennek a programnak az ásványtár ad majd helyet, itt fog bemutatkozni étel és borkóstolás mellett az Őrjegi Naturpark is. Amit mindig kérnek a látogatók, hogy legyen a Szent Ivánéi 24. Én azt hittem, hogy néhány esztendő alatt megújják, de nagyon nagy kedvertsége van. Hát az idei esztendőben is eldugunk 24 tárgyat a kiállításba, ami nem jó, nem odaillik. Ezeket kell megtalálni. Nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is szeretik ezt a kis kutató munkát, és természetesen ezeknek mindenféle díjazása is van. Az udvari programunk 9 órakor indul. Egy Szigeti Bence nevű gitárművészt fogadunk, aki pécsi illetőségű. Ugye könnyed esti dallamok, ez a címe a programjának, klasszikus gitáron fog játszani, tehát egy személyes produkció. Aki ismeri a klasszikus gitár hangját, az tudja, hogy ez az egy gitár is betölti az egész teret, tehát ez egy nagyon kellemes program ígérkezik. Azután 22 órakor a Kalocsai Virágok új élete címe egy divat bemutatót tartunk, ahol a Kalocsai Bokréta Népművészeti Egyesület fog szerepelni. Az országban mintegy 400 intézmény közel 2000 programmal készül a kerek évfordulóra. Akik már velük tartottak korábban, akár csak egy alkalommal is, barátokkal, családdal vagy önállóan felfedezve az este kulturális kínálatát, azoknak biztosan emlékezetes napban és éjszakában volt részük. A múzeumok éjszakája szervező csapata és a programban résztvevő intézmények már hónapok óta azon dolgoznak, hogy ezúttal is maradandó élményeket szerezhessenek a látogatók számára. A tavalyi slágerfinomságok visszatérnek, de lesz olyan étel is, amely most mutatkozik be városunkban. Ráadásnak különböző kísérőprogramok, koncertek, Vidámpark várja az érdeklődőket. Sajnos a Kékmadár Fesztivál programjába két napon is belepiszkált az időjárás, de elrontani nem tudta. Most viszont jó időre van kilátás a középtávú prognózis szerint, mondta Zsikó Zoltán, akik igazgatója múlt szerdán délelőtt tartott sajtótájékoztatón, ahol Vad Horváth Zoltánnal a Magyar Street Food Egyesület elnökével közösen ismertették a rendezvény programját. Ezen belül Zsikó Zoltán a tavalyi kínálathoz képest újdonságként megrendelt Vidámparkot ajánlott az érdeklődők figyelmébe, valamint a szabadtéri színpadon folyó műsorszámokat részletezte, az egyik műsorszám a szombatesti koncert kivételével, mivel a zenekar visszalépett, és akkor még nem volt aláírva a szerződés a beugró bandával. Mostanára kiderült, a Just Play helyett a Paksi Origamiest együttese fog játszani a szombat este és 7 órakor kezdődő koncerten. Ezzel együtt pénteken két kalocsai formáció lesz a hangulatfelelős, 7 órától az Easter zenekar muzsikál, 9-től a Willy and the Space Dogs, azaz az űrkutyák játszanak. Szombaton 11 órakor gyerekprogram kezdődik, este újra zene a 2015-ös Paksi tehetségkutatón nagy sikert aratott, Pagony zenekar átalakulásával létrejött alternatív popot, hip-hopot és funkit játszó Origamiest koncertje után este 9 órától a Tatúzál közönség elé. Vasárnap délelőtt 11 órától a Fanti Luffy Bohóc Show örvendezteti meg majd a kisebbeket.
Bevált a kalocsai helyszín. A továbbiakban a Food Truck rendezvényéről Vad Horváth Zoltán szólt, elmondta, Kalocsa kivételes helyszín a Food Truck Show számára, hiszen korábban nagyobb városokban, többnyire megyei jogú városokban tartottak ilyen rendezvényeket. Ezért voltak is kétségek az első alkalom gazdaságát illetően, de szerény városkáinkra a kalocsai közönség bőven rácáfolt a tavalyi első kalocsai Food Truck Show-n, hiszen az kifejezetten sikeres volt, és amit megtudtuk, üzletileg is eredményesen zárult. Érdekelnek a technikai sportok, autók, terepjárók? Kíváncsi vagy, hogyan zajlik egy offroad verseny? Hogyan dagasztják a sarat a különleges versenygépek? Nézd meg a saját szemeddel! A Bács Trophy bajnokság idei harmadik fordulóját tartják meg városunkban, amely pénteken este kezdődik járműbemutatóval. A program pénteken este 7 órakor kezdődik majd, amikor az Ipari Parki Versenyközpontból a Paksi Közön keresztül rendőrségi felvezetéssel jön majd be a mezőny a városba, hogy az esti rajt előtt a Csillás Park parkolójában a nézőknek is megmutassák magukat. A rajtot este 9 körül tervezik, ekkor teljesítik a versenyzők speciális szakaszokat a homokbányában kialakított pályán, ahol minden csapatnak két-két szakaszt kell teljesítenie. A versenyre 5 kategóriában kis normál, nagy normál, kis profi, nagy profi és extrém kategóriában lehetett benevezni. A versenyeknek ez a szakasz a hajnali 2-3 óra körül ér majd véget. Az éjszakai pihenő után másnap reggel 9-kor folytatódik a versengés, amikor 3-3 nappali szakaszt teljesítenek a versenyzők. Ez várhatóan kora délutánig tart majd. A speciális szakaszokhoz gyakorlatilag a teljes homokbánya területén pályákat alakítottak ki a különböző kategóriáknak megfelelő nehézségi fokozattal, ahol a versenyautók egész közelről mégis biztonságosan lehet majd követni. Nézőbarát a versenypályák helyszíne, elég közel lehet majd menni az autókhoz balesetmentesen. Izgalmas lesz, jó pályák jellemzőek Kalocsára, úgyhogy sok szeretettel várunk minden érdeklődőt. Invitálta a közönséget a szervező Huszár Gábor, a KIK igazgatójával, Zsiko Zoltánnal, valamint Vad Horváth Zoltánnal, a Magyar Street Food Egyesület elnökével közösen tartott sajtótájékoztatóján, amelyen az a hétvégén egyidejűleg zajló két rendezvényt, az offroad verseny mellett a hozzá különleges járművek révén kapcsolódó, idén második alkalommal megtartandó Food Truck Show-t népszerűsítették. A rendezvény díjtalan. Szigeti Tamással, a Kalocsa térségi öntözési közösség vezetőjével készített interjút az agrárszektor, a mezőgazdasági ágazat egyik meghatározó médiuma. Eldurvult a helyzet a magyar földeken, nincs mese, ezt sok gazdának meg kell lépnie. A mezőgazdaság a földi életünk egyik alapja, ez kétségtelen. Az is tapasztalhatta már mindenki a saját bőrén, hogy az időjárás az elmúlt években minden volt, csak nem kegyes. Különösképpen a gazdákkal nem. Bár több problémával is meg kell birkózniuk, ez lényegében mindig meg is kellett, egyre hosszabbak Magyarországon a csapadékmentes időszakok, amiket viszont mesterséges öntözés nélkül nem igazán lehet túlélni. Ezt azonban csak egy kis töredéke tudja megvalósítani a gazdáknak, ami mondani sem kell, komoly problémát okoz a szektorban. De vajon van kiút a gazdáknak? Ha igen, mi? Hogyan lehet növelni Magyarországon az öntözött területek számát? Ezekre és sok más kérdésre is kerestük a választ, melyeket meg is találtuk. Sokan úgy tartják, hogy Magyarország víznagyhatalom, jelenleg mintegy 5 millió hektár mezőgazdaságilag művelhető terület van hazánkban. Ennek az 5 milliónak azonban mindössze 2%-án zajlik mesterséges öntözés, ami különösképp furcsa lehet egy víznagyhatalomtól. Bizonyára már fel is tettük magunkban a kérdést, hogy akkor mégis hol van a hiba. Először fontos tisztában lenni azzal, hogy az öntözés nem egy könnyű folyamat, számos szabálynak és paraméternek kell megfelelni. Hazánkban azért is van ilyen kevés öntözött terület, mert vagy nincs természetes vízfolyás a közelben, vagy a felszín alatti vizek nem alkalmasak mezőgazdasági felhasználásra. Tudtuk meg Szigeti Tamástól, a Kalocsa térségi öntözési közösség vezetőjétől. Véget értek a nyugodt évek, teljesen új világ jön a magyar mezőgazdaságban. Már biztos, az árak nem fognak visszarendeződni a régi szintjükre. Mentővet dobhat a kormány. Mint említettem, nem megy egyik napról a másikra a mesterséges öntözés kialakítása, hiszen sok esetben a víztestek és a víz minősége sem teszi azt lehetővé. A víznek például legalább jó minőségűnek kell lenni, annál rosszabb nem lehet. Magyarországon viszont sok helyen jónál rosszabb a vízminőség, így nem tudnak pályázni a gazdák a fejlesztésre. Nagy kérdés, vajon hogyan lehetne növelni az öntözött területek számát? A kormány számos lépést tett meg annak érdekében, hogy ez a 2% felfelé mozduljon. A régi öntöző csatornák kitisztítását például magukra vállalták, de ezt nem is lehetne máshogyan, hiszen a helyi önkormányzatoknak nincsen elegendő pénzük erre. Nagyon sok helyen vannak elavult csatornák, amiket ki kellene tisztítani, ez fontos feladat lesz. Vélekedett a Kalocsa térségi öntözési közösség vezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel holnap jelentkezünk majd. Addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra!